2014-ben rendezték meg először Balatonfüreden a Concours d'Elegance elnevezésű oldtimer mustrát, ami nagy tömegeket vonzott idén is az egész Dunántúlról. Több mint 500 régi autó szemedgyönyörködtető látványa kápráztatta el a látogatókat a Tagore sétányon. Természetesen csak egykori széria autókról van szó, ma már kevés vesz részt közülük a hétköznapi forgalomban. Kis Zsolt, Youngtimer BMW tulajdonos Tatabányáról érkezett. Tőle megtudhattuk, hogy meglehetősen nagy luxus lenne évi 2-3000 kilométernél többet közlekedni ezzel az 1992-es évjáratú járgánnyal, mivel városban igencsak nagy étvágya van. 5,6 literes, 381 lóerős motorja azonban élményekkel kárpótol a fogyasztásért. Természetesen az miatt is kíméli az ember, hogy minél kevesebb kilométer menjen az autóba, jelenleg 145 ezer kilométer van benne. Hát évente azért egy ilyen 2000 kilométer tavasztól őszig jó időben azért használgatjuk az autót, de igen, városban könnyedén bekapja azt a 25-30 litert is akár. Hosszú távon azért ilyen 13-14-en megelégszik szépen lassú tempóban. Ez egy nagyon régi rendezvény, az 1900-as évek elején rendeztek ilyeneket, aztán néhány évtizedig nem volt Magyarországon, és mi 5 éve újra kezdtük. A kiállított autók többsége egyedi darab, olyan, amiből Európában, sőt a világon is csak egy van. Ez az autó, ez 20 évvel ezelőtt került az országba, azóta nagyobb felújításon nem kellett átesnie, tehát ez, amit most látunk, ez nagyjából az eredeti felújítás, inkább motorikusan, mechanikusan kellett egy picit rendbe rakni, illetve hát ugye ez egy öreg hölgy, 92 éves, mi így hívjuk, gyakorlatilag ő minden nap igényel ápolást ahhoz, hogy működőképes legyen, tehát ahhoz, hogy ide lejöjjünk, jó néhány napot eltöltöttünk előtte, hogy működőképes legyen és hogy megbízhatóan tudjon majd itt jelen lenni. A maguk nemében ezek a gépjárművek mind csúcsmodellnek és kézműves munkának számítottak. Többségük még a szalaggyártás feltalálása előtt készült, gondos kézműves munka. Nem csoda, ha a mai kor embere csodálja őket. Az Zalaegerszegről érkezett úr eredetileg lengyel, ezért nem csoda, ha kedvencei között lengyel és olasz gyártmányú autók is vannak. A Fiat, az Alfa Romeo, ami itt volt, a Skodából, Zbrojovka, meg még egy-kettő, amit csehek csináltak, a gyönyörűek ezek. Tényleg. Szép látvány is, meg na, szép tárgyak. Ezen kívül Zbrojovka, a Fiat 850-es, ami ott áll még, ez a sárga. A kiállított autók mindegyikét díjazta a zsűri, legalább egy emlékplakettel. De az igazi nyertes minden bizonnyal a közönség volt.